Köszöntök mindenkit itt a nézőtérben, a Gyöngyösi Televízió kulturális műsorában. Mesteremberek című rovatunkban ma Fafaragónak állok. A művész bejáróban hegedűs tuba viola grafikus művésszel beszélgetek a már Gyöngyösön is elérhető rajziskoláról. Az örökség rovatunkban pedig a Pipishegyi sportrepülőtér történetét ismerhetjük meg. Tartsatok velünk, már is kezdünk! Mai napon egy olyan szakmát fogok kipróbálni, amihez ismét a kézügyességemre lesz szükségem. Úgyhogy eljöttem Pálosvörös Martra, Zsédő Károly Fafaragóhoz, hogy elkészítsünk közösen egy ilyen kerti bútort, egy röngszéket. Lássunk is neki! Milyen fával fogunk dolgozni, Károly? Mátrai lucfenyővel és vörösfenyő. Ezek lesznek a lábai? Igen, ezek az első lábak. Itt vannak a hátsó lábok, amiket én már előre elkészítettem neked, de azért hagytam neked is egy kis piszkos munkát. Igen. Áó, és bele is ment egy szálka a kezembe, rögtön már így az elején. Ezen segíthetünk. Egy kesztyű. Köszönöm szépen. Egy maszk. És egy fülvédő. Jó, akkor fel is veszem. Hú, tényleg nem hallok semmit, szerintem először mondd el, hogy mit fogok csinálni, utána felveszem a fülvédőt. Tehát így működik a... Bocsi. És az a lényeg, hogy végig terítem. Tehát erre húzzam így. Igen, szépen. Megmutassam? Aha. Bevonulunk a műhelybe, és összeállítjuk a székünket. Jó, és visszük a darabjait. Kiválasszuk, melyik a szebb oldala, ami látszódik. Mondjuk így. Őt ide bele. Rakjuk, be fogjuk ragasztani, csavarozni. Fú, egy újabb gép. Most amit megfúrt el, annak a szélleit kell levágni. Ezeket a részeket? Csak... Igen, csak a sarkokat. Jó. Jó, itt a fűrész. Ezzel meg vagyunk. Most oda tesszük a nagy lábhoz, bejelöljük, hogy hol kell a nagy lábba lukat fúrnunk. Akkor a következő a tiéd. Jó.
van 24 centink a két láb között. Ebből le fogunk vágni 30 centit a gépen. És ez hol lesz? Ez itt lesz. Ide lesz becsapolva. A fafaragással, tehát domborművek készítésével foglalkoztam, és akkor egyszer csak mi lenne, ha csinálnék egy rönkágyat? Úgy saját magunknak. És akkor elkezdtem csinálni, és jöttek az ismerősök, hogy hú, de jó, nekik is kellene ilyen. És akkor ez így az évek alatt így szépen kifejlődött, hogy hogy is kellene ezt még jobbá tenni, még szebbet csinálni. Tehát amikor elkezdem a munkát, teljesen mindegy, hogy mit, onnantól kezdve megszűnik a külvilág. És csak az, ami ott van előttem. Eljelöltük. És akkor most dekopírfűrésszel levágjuk a fölösleget. Jó. Most ez lesz a géped. Jó. Ez már a harmadik gép, amit megismerek ma. Elkezdem a idézőjelbe semmiből, és akkor van egy késztermék. Hát ott mindegyik fázis élmény. Ja, és hogy az ujjad itt legyen. Mintha egy táskát fognál, vagy valamit. Jó. Ez azért nagyon más, mint a táska, de oké. Okay. Táskát nem így fognám. Kihívás mindig. Egyedit alkotni, az a legjobb dolog. Tehát kettő darab egyformát soha nem tudok csinálni, mindegyik más. Ugye, csak én ezt itt megfogom, és akkor itt a helyszínen már besülyeztesz. A fafaragás és a rönkbútor készítés nélkül biztos, hogy nem tudnék hosszú távon élni. Elkészültünk. Utolsó simítás. Lesöpörjük róla. Hú, el is készültünk vele. Hát nem csak a kézügyességemre volt itt szükség, hanem minden fizikai erőmre is, mert hogy ez egy elég kemény férfi munka. Hát igen. De nagyon szépen köszönöm, hogy megtanulhattam ezt is, és részt vehettem ebbe a projektbe. Hát megizzadtam, de megérte. Nagyon szívesen, máskor is. Budapest és Pálosvörösmart után most már Gyöngyösen is elérhetővé vált a Viola Art Studio Rajziskola. Hegedűs Tuba Viola képzőművész tanár abban segít a növendékeknek, hogy a pálcika embertől akár a portréig is eljussanak. Most nézzünk meg róluk egy rövid összefoglalót. A rajziskolában azt tanultam, hogy az árnyékolást, azt hogy kell, meg
a körvonalakat rajzolni. Előző évben kezdtem, és abban fejlődtem, hogy régebben eléggé összecsaptam így az elejénél a rajzaimat, most már jobban figyelek. Tavaly szeptemberben kezdtem ide járni, és türelemben nagyon sokat fejlődtem szerintem, meg pontosságban is. Pontosan láttam rajzolni, amit látok. Állatokat szeretek rajzolni, meg arra tanított, hogy így ne a pálcika embernél ragadjak le, hanem elkezdjek ilyen 3D-be rajzolni. És így sikerült nagyjából. De még fogom fejleszteni. Én is szoktam néha rajzolni anyáékkal, és akkor úgy kezdek javulni. Másodikos koromban kezdtem el rajzolni. Ugye az egyik barátom megmutatott egy játékot, és szerettem volna lerajzolni a karaktereket, és utána már mindent leszerettem volna rajzolni. És utána kipróbáltam realisztikus rajzolást, és az is tetszett. Azért jöttem ebbe az iskolába, hogy bekerülhessek a művészeti iskolába, a Gerben. Hát ilyen az élet az új rajziskolában itt Gyöngyösön, vendégem pedig a stúdióban, Hegedűs Tuba Viola, képzőművész tanár. Szia, Viola! Sziasztok! Mesélj róla nekünk, hogy hogyan került a rajziskola Gyöngyösre. Páros Vörös Marton volt előtte a rajziskola, miatt ide áthelyeztük. Az oka pedig az, hogy kinőttük a helyünket, ott a stúdiót, amit kialakítottunk Páros Vörös Marton, és egy kellemes polgári lakást alakítottunk át egy nagyon hangulatos műteremmé, ami nagyobb is, meg olyan rajziskolaszerűbb. Nekem a régi rajziskolámra emlékeztet hangulatában, úgyhogy nagyon kellemes hely lett. És milyen kurzusok vannak nálatok? Tulajdonképpen kétféle kurzusunk van. A rajz, a szabadkézi rajz, abból három csoportot tudtunk indítani, lassan mindig betelik, és van egy grafika, amit direkt a kicsiknek indítottam, azoknak, akik még nem tudják átvenni a nagyobbak és a felnőtteknek a rajztechnikai metodikáját, tehát az oktatást, azoknak tartok ilyen képzőművészetet, grafikai technikákat. Milyen korosztályok járnak hozzád? A rajznál ugye ott ilyen 10 évestől felfele bármeddig, tehát ott nincs alsó határunk van, az körülbelül a 10 éves kor, felső határunk meg nincsen, tehát várjuk a felnőtteket is ugyanúgy. A grafikánál pedig ott harmadikos kortól már várjuk a gyerekeket. Van, aki műszaki pályára készül, van, aki művészi pályát szeretne magának. Miben tudsz te segíteni, mire tudod felkészíteni a tanulókat? Műszaki rajzot is vállalunk, tehát azokat a gyerekeket, akik itt a környező műszakibb jellegű iskolákba járnak, azoknak tudunk segíteni, úgymond korrepetálást tartani műszaki rajzból. A nagyobbaknak, a gimnazistáknak, meg a végzős általános iskolásoknak pedig felvételi előkészítőt, tehát konkrétan célzottan felvételi előkészítőt is tartunk, tehát portrérajzolást, később majd lesz akt is, tehát teljes körű, még akár portfólióval együtt is teljes körű felkészítést tervezünk tartani. Milyen metodik alapján haladnak a kurzusok? Én emlékszem, voltunk kockológia órán, de aztán Demizsont is rajzoltatok. Így van, tehát elindulunk, mindenképpen a látvány utáni rajzolás az alapja, tehát nem rajzolunk fotóról, nem megyünk ezekbe bele egyáltalán, mert
a szabadkézi rajz az teljesen más agyműködést feltételez. Tehát mi elindulunk szépen a kockától, és egészen az aktig elmegyünk, tehát professzionális szintig próbáljuk eljuttatni a gyerekeket. Közben vannak csendélet, mindenféle formatanulmány, és úgy megyünk keresztül a portrén, tehát az ember alakon, anatómia van benne, tehát egy komplex, egy több éves folyamat, mire ugye egy diák eljut a kockától az aktig, tehát azért ez nem egy év. Mindenki meg tud tanulni rajzolni? Mennyi idő kell, hogy eljusson egy ember a pálcika figurától egészen a portréig? Ez teljesen változó személyenként, tehát függ attól, hogy az ember mennyire elszánt, mennyire szorgalmas, mennyit tud és akar rajzolni, meg függ attól, hogy mennyire fogadja el azt, amit mi mondunk, és mennyire tudja megcsinálni. Nagyon szépen köszönöm Hegedűs Tuba Violának, hogy itt volt ma velünk. Én is köszönöm. Ti pedig maradjatok velünk, hiszen hamarosan a második résszel folytatjuk a műsort, amiben programajánlóval érkezem, megnézzük, hogy milyen filmeket játszanak a moziban, és jövök az örökség rovatunkkal is, amiben a Pipishegyi sportrepülőtér történetével folytatjuk. A közeljövőben sem unatkozhatunk, hiszen számos kulturális program vár minket. Október 28-án, pénteken 18 órai kezdettel a Mirror Glimpse ex figura koncertezik a főtéri szórakozó helyen. A Múzeumok őszi fesztiválja keretében október 29-én geológiai kirándulást szerveznek a Mátrába. 24-én hétfőn 10 órától egészségklub, 26-án szerdán 14 órától gombolító foglalkozás, 28-án pénteken 10 órakor Okos Nagyi Klub, 29-én szombaton 9 és 12 óra között hétvégi fabrikálásra várják a családokat ide a Városi Könyvtárba. November 3-án csütörtökön Pottyondi Edina látogat Gyöngyösre. A népszerű youtuber, stand-upos, Mocskos nyelvvel feleselek című önálló estje a Mátra Művelődési Központban lesz. November 4-én pénteken 17 órától nyílik meg Batta Szilvia kiállítása itt a Városi Könyvtárban. Szóval a programokhoz én jó kikapcsolódást kívánok! Most pedig a mozi ajánlóval folytatjuk. Hogyha velünk tartotok, megnézhetitek, hogy milyen kalandos Tada régész útja Mexikóból Chicagóba, majd Párizsból Egyiptomba. A cél, hogy megszüntesse a múmia átkát. Előre fordulhatok, plebeusok! Állítsák meg a kádat azonnal! De megtudhatjuk azt is, hogy milyen az, hogyha egy éneklő krokodil él a padláson. Anya, kérlek, hidd el, hogy nem veszélyes. Ez egy krokodil? Oké, persze, a krokodilok a csontot is átharapják, szeretnek embert tenni, de ő nem olyan, ő sálathor. És énekel. Todd legfőbb vágya, hogy régész kollégái elfogadják, de mindig sikerül összekutyulnia a dolgokat. Ezúttal tönkretesz egy ritka szarkofágot és felszabadít egy varázslatot, ami veszélybe sodorja a barátai életét. Jól van, plebejusok, most vigyetek el innen! Gyorsan, ne szöked el! Jó, ha sietsz, drágám! Elkapom! 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 Nem kapom el! A folyón menekülnek egy motoros kádban? Erősítés kell! Talán leráztuk őket! Úgy érted, őket? Most beleted! Fiatal vagyok a síten! Senki sem megy börtönbe! Előre fordulhatok, plebeusok! Állítsák meg a kádat azonnal! Ugye?
nyerheti meg a versenyt majd 40 év után először! Gyerünk, Jean-Paul! Tiéd a kupa! Tiéd a kupa! No, mi no, no! Ő meg kicsoda? A történet szerint a Prim család New Yorkba költözik, és a kis Josh szörnyen unatkozik. A padláson ráakad egy kitömött krokodilra, akit a gazdája magára hagyott. Josh persze eltitkolja a család elől, hogy van egy potya lakójuk. Aztán persze lebukik, és meg kell harcolni új barátjáért. Hamarosan. Egy hangtól. A világ besokkol. A világ sikerű könyvsorozat alapján. Egy krokodil van a házban! Ó, üdvözlöm! Önök az új lakók? Hector P. Valenti szolgálatukra. Találkoztak hát a krokodilommal. Egyedülállóan tehetséges. A neve Lyle. Ez nagyon hiányzó. Anya, kérlek, hidd el, hogy nem veszélyes. Ez egy krokodil? Oké, persze. A krokodilok a csontot is átharapják. Szeretnek embert tenni, de ő nem olyan. Ő se állathor. És énekel. Biztonságos ez? Kinek kell biztonság? Az a fontos, hogy éljünk, és az élet veszélyes játék. Fú, ez király volt! There is treasure you can find, and something someone left behind. It can stay this way, at least until the morning light. Krokodili. Most ül először taxiban. Ennyi volt mára a moziklip. A részletes mozi műsort a gyöngyösmozi.hu oldalon találjátok, ugyanis pedig online is tudtok jegyet foglalni, hogyha el szeretnétek kerülni a sorban állást. Én jó filmezést kívánok mindenkinek! Gyöngyöstől 3 kilométerre keletre a Pipishegyi sportrepülőtéren vagyunk, amely évtizedekig szolgált katonai kiképzőhelyként, de azoknak is ismerős lehet ez a helyszín, akik ide jártak a repülőnapokra. A reptér vezetője, Juhász József áll itt mellettem. Szia, mit kell tudni erről a repülőtérről? Szia, erről a repülőtérről azt kell tudni, hogy ez a 20-as évek végén már repülőtérként üzemelt a vitorlázó repülés hajnalán. Gyakorlatilag Magyarországon három helyszínen indult el a vitorlázó repülés. Pipishegyen, Farkashegyen és Hármas Határhegyen. Nem véletlen, hogy hegyi repülőterek, ugyanis abban az időben még nem voltak olyan indítási módszerek, mint a most, hogy csörlővel vagy akár motoros géppel a levegőbe tudjuk juttatni ezeket a motor nélküli szerkezeteket. És emiatt a domborzatra szükség volt. Gyakorlatilag ilyen csúszdis módszerrel juttatták a levegőbe. Egy gumikötéllel kicsúszdiszták a hegy tetejéről, és a hegy alatt leszálltak. Ha találtak emelő légáramlatot, lejtőszeret, terméket, bármit, akkor több ideig tudtak fönnmaradni. Mikor élte a reptér a fénykorát? Úgy gondolom, hogy a repülőtér a fénykorát a 80-as évek elejétől a végéig, 90-es évek közepéig élte. Amikor MHS időben azért eléggé jól meg volt az államilag támogatva. Uh-huh. Ugye mondtam a felvezetőben, hogy a katonai kiképzés is itt zajlott. Milyen repülőgépekre képeztek itt pilótákat? Gyakorlatilag egymotoros repülőgépekre. Gyakorlatilag a
vitorlázó repüléssel kezdték a növendékek a ismerkedést a repülőgép vezetéssel, és akkor lépcsőzetesen kerültek át motoros repülőgépre, és akkor onnan már honvédségi képzés keretein belül már katonai repülőtereken. Vagy forgószárnyú, vagy merevszárnyú, vadász, harci helikopter, és így tovább. Ugye többféle repülővel is lehet itt a magasba emelkedni. Hányféle repülőtípussal lehet most itt lehet tanulni, vagy akár repülni? Nálunk a mi egyesülünk kifejezetten vitorlázó repülőegyesület, de működik itt a repülőtéren egy sárkány repülőklub, ahol gyakorlatilag ultralight-tal, sárkány repülővel, autógíróval, és hát persze természetesen vitorlázó repülőgéppel tanulhatnak meg a repülni vágyók. Ugye pilóta kiképzés is zajlott, az most már nem. Mi kell ahhoz, hogy valaki pilóta lehessen? Hát először is el kell menni egy orvosi vizsgálatra, ami gyakorlatilag nem erősebb, mint egy autójogosítvány itt a privát pilóta engedély megszerzésénél. Tehát azért, hogyha utána katonai pályára megy valaki, akkor teljesen más típusú orvosi vizsgálatra van szükség. De hobbi pilótaként gyakorlatilag egy autóorvos, és akkor utána be kell iratkozni a tanfolyamra, van egy elméleti képzésünk, és akkor ha az elméleti képzésen részt vesz, sikeres vizsgát tesz, utána elkezdheti a gyakorlati képzését. Most egy üzemnapot szerveztetek ide a kedvünkért, úgyhogy mondd el kérlek, hogy milyen repülőgéppel fogunk most a magasba emelkedni. Ez egy német gyártmányú oktató, kiképző vitorlázó repülőgép, kétszemélyes. Gyakorlatilag ezzel képezzük a növendékeket, ezzel tanul meg repülőgépet vezetni, és amikor eljön az ideje, akkor az oktató kiszáll a hátsülésből, és egyedül vezeti ezt a repülőgépet, ami után még természetesen nem pilóta, hanem egyedül repülő növendéknek minősül, utána még vannak oktatós feladatok, amikor egyrészt beül még az oktató mögé, másrészt meg elindítja, úgyhogy az oktató a földön van, és egyedül repül le ezeket a feladatokat. Amikor ezeket lerepülte, akkor utána egy úgynevezett szakszolgálati engedély megszerzéséhez kell egy hatósági elméleti vizsga, és egy hatósági pilótával kell egy gyakorlati repülést végrehajtani. Ha ez mind sikeres, akkor a kezébe kapja a pilóta szakszolgálati engedélyt. Innentől már nem növendéknek minősül, hanem pilótának. Jó, akkor szerintem lássunk is neki, szálljunk fel a magasba. Ő a csörlőberendezés, ezzel juttatjuk levegőbe a vitorlázó repülőgépeket. Ez az 50-es évek technikája, amit még a Honvédelmi Sportszövetség épített egy csehszlovák gyártmány alapján. Akkor még ezeket nem a V8-as Zilm, 131-es Zilm motorokkal építették, hanem a 6 hengeres Csepeldi benzines motorral, amiből készítették, abban meg a 6 hengeres benzines Prága motor volt, és mivel kevésnek bizonyult a teljesítmény az újabb, nagyobb gépekhez, ezért tették bele ezt a Zilm motor, de hát ez is szerintem már a 70-es éveknek a átalakítása volt. Gyakorlatilag egy 130 lóerős V8-as benzines Zilmotor, ami az erőforrása ennek a szerkezetnek. Tehát akkor most ez egy ejtőernyő itt rajtam. Aha. Igen. Hát reméljük, tényleg nem lesz rá szükség. Nem, ezek a vitorlázógépek úgy vannak kitalálva, hogy enélkül nem kényelmes. Aha. Mert van a szituáció, amikor... Ez a stresszoldó szöveg. Nem. Van, amikor kötelező az ernyő, de az versenykörülmények között aztán, amikor sokan repülnek közel egymáshoz. Jó. Igen, gyakorlatilag abban a magasságban, amiben most lesznek, használhatatlan. De ha mégis, akkor ezt a fogantyúkkal jövőségesen. Oké. Ezt kell, hogyha zuhanunk, de nem fogunk.
Egy világszínvonalú repülőgépet is építettek itt annak idején. Mit kell erről tudni, és mikor volt ez? Ahogy klubelnökünk elmondta, a Pipishegyi gazdagmúltú történetéhez hozzátartozik, hogy itt már 100 évvel ezelőtt repülőgépet építettek. Erdélyből jött ide egy ügyes kezű asztalos, és körülbelül 10 éven keresztül munkálkodtak az első repülők építésén. Aztán, mikor a dr. Puki Árpád polgármester adományozta ezt a repülőteret, akkor komolyra vették, hogy itt a sportrepülés sokkal komolyabb repülőgépekkel kellene művelni, mint eddig. Elhatározták, hogy világszínvonalú repülőgépet építenek, a Gyöngyös 33 névre keresztelték, ezt a nagyon jó repülőtulajdonságokkal bíró egyszemélyes repülőgépet, és külön érdekessége, amellett, hogy az avatásnak nagyon megadták a módját 1933-ban, innen adódott a Gyöngyös 33 elnevezés, hogy Zsófia hercegnőt invitálták meg a repülőgép felavatására. Hát ez nagyon nagy lendületet adott az itteni tevékenységnek, és a háború kezdetéig, a világháború kezdetéig itt annyira élénk repülés folyt, hogy fiatalok tucatjai kezdték el, akkor még a lejtőrepülés lehetőségeit kihasználva, és volt olyan repülőoktatónk, aki országos rekordként 16 órát töltött a levegőben. Ez azt jelenti, hogy kora délelőtt felszállt, és késő éjszaka leszállt. A mellettünk lévő, közvetlen itt a mellettünk lévő dombon, domb fölött tudta ezt a rekordnak tűnő időtartamot megrepülni. Később persze ezt hármas határhegyen a még jobb lejtőrepülési körülmények között túlszárnyalták, ott 29 órát voltak a levegőben. Tehát el tudják képzelni, hogy ennek a műfajnak azon túlmenően, hogy élvezik a szép látványt, meg a honvédelmi felkészülés szerint szempontjából a pilótaképzésnek jelentősége van, hogy ez a fizikai állóképesség és egyéb repüléssel összefüggő tudományok megszerzése terén is milyen nagy jelentősége van. Mi, akik Pipishegyen repülünk, örülhetünk, hogy ezen a országos jelentőségű repülőtéren tesszük a dolgunkat, mert napjainkra kialakult az a fajta magasságrepülési feltétel ezen a repülőtéren, ahol kedvező körülmények között, a hullámrepülés körülményei között akár 8-9 ezer méter magasságra lehet emelkedni. A mi fiataljaink többsége a vitorlázó repülő vizsgafokok megszerzéséhez a magasságrepülési feltételeket vagy felhő repülés közben teljesíti, ilyen például az aranykoszorúhoz szükséges 3000 méter magasság megrepülése, amikor is a leoldás után 3000 métert kell még emelkedni, de a gyémántkoszorúnak a feltétele az viszont 5000 méter relatív magasság elérése, ez viszont a biztonságra tekintettel kizárólag hullámrepülési körülmények között teljesítjük. Itt Magyarországon a rekordot egy egykor volt közforgalmi pilóta, Csordás Tamás névre hallgatva állította be, hát több mint 15 éve, a fiatalokon múlik, hogy ezt mikor fogják megdönteni. Mi azon leszünk, hogy az ország különböző repülőtereiről egyre többen látogassanak meg bennünket a téli időszakban, mert ősztől tavaszig alakulnak ki ezek a nagyon jó magasságrepülési feltételek, és itt sok segítséggel számolva, de sok egyéni befektetést vállalva ennek a magasság elérésnek kedvező reális feltételei vannak. Most pedig a vitorlázó repülők után megismerjük a sárkány repülőket is. Itt vagyunk a sárkányrepülősök hangárjában, mellettem pedig Szabó László, a Gyöngyösi Sárkányrepülőklub vezetője. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Mióta létezik sárkányrepülősport itt a Pipishegyen? Hát a Pipishegyen a 1976
2006-ba kezdtünk el repülni sárkány repülővel, teljesen más körülmények között, akkor éppen a repülőtér nem működött, és a Szolcsák Jussi barátom meg más fiatalok együtt elkezdtük a sárkány repülést, építettünk sárkány repülőket, fóliát alkalmaztunk, ezt a kerteszit fóliát, alumínium csövet. A Jussi barátom vonaton hozta Budapestről a csövet, amiből építette a saját sárkányát. Elképzelheti, hogy milyen bonyodalmas volt átszállni 6 méteres csövekkel a budapesti vonatról a Vámosgyörgyi átszállóhelyen, hogy Gyöngyösre érjünk ide. Tehát úgy kezdődött, hogy a 70-es évek második felébe építettünk sárkányt és elkezdtünk. Innen a Ádomról, Ádomnak nevezett hely, ahol a vitorlázók régebben gumiköteles tartokat csináltak, és mi is ezt a lejtőt használtuk ki, ott kezdtünk el siklásokat végezni. Milyen magasra szállnak Önök? Hát teljesen más, mint amiről eddig beszéltem, mert azok a siklások azok pár méter magasak voltak, és pár száz méter hosszúak voltak. Én magam már itt a Pübishegy fölött voltam 3000 méteren motor nélküli sárkánnyal, úgyhogy az emelő légáramlatok, hogy a vitorlázóknál már hallhatta, felemelik az embert, és akkor egyre messzebb-messzebb tud repülni ebből a magasságból. És mennyi időtartamot lehet így a levegőben tölteni sárkányrepülővel? Fizikai állapot kérdése, meg a meteorológia kérdése. Én mondjuk 5-6 alkalommal repültem, 5 óránál hosszabb időtartamot. Ez egy nevezetes feltétel, a Koszúr feltétel egyik állomása, hogy 5 óra hosszát kell egyfolytában a levegőbe tölteni. És hát ezt én többször is teljesítettem. Ezt a motoros sárkányrepülővel? Nem, a vitorlázó sárkányrepülővel, persze. A motorossal akkor ezek szerint többet is lehet? Akár, hát persze. Minden további nélkül. Mondjuk én nem vagyok ilyen hosszú távú, mert sok benzin kell hozzá, de a Balatonhoz már többször lerepültem oda-vissza. Azt mondom, 2,5-3 óra hossz a Balatonhoz való repülés innen, hogyha nincs erős szél. Mikor épült ez a hangár? Ezt 12 évvel ezelőtt építettük, mert olyan sokan voltunk, és egyre többen jutottunk géphez, építenünk kellett egyet saját erőből, és hát ez a hely volt alkalmas nekünk, hogy megépítsük saját erőből, saját tervek alapján, saját kivitelezésbe. Mennyi idő alatt lehet megtanulni sárkányrepülőt vezetni? Időkérdése, mármint hogy milyen az időjárás. Egy ilyen nyugalmas időben, mint most van, olyan a mai kiképzési terv szerint 30 órát kell repülni ahhoz, hogy egyedül repülhessen. A korábbi időszakban 10 óra volt a képzési idő, ezt aztán ilyen jogszabályi hátterek miatt megváltoztatták, de 10 óra után már biztos, hogy egyedül vezeti, csak ott van mögötte az oktató. Nézzük akkor most meg, hogy milyen gépeket építettek itt. Most pedig nézzük meg együtt 4000 láb magasból egy 18 éves olasz túragéppel kékestetőt.
ismét teltház előtt rendezték meg az Opera Gálát Gyöngyösön. A rendezvényen, amely ezúttal is jótékonysági célt szolgált, olyan neves művészek léptek fel a teljesség igénye nélkül, mint Kertesi Ingrid, Bakonyi Anikó, Szilágyi Szilvia, Domoszlai Sándor és Kocka Tamás, akiket az Egri Szimfonikus Zenekar kísért. Verdi Rigoletto operájából Gilda áriáját most Kertesi Ingrid előadásában láthatjuk. Nekem nagyon jó érzés, ezt nem udvariasságban mondom, tényleg így van. Dalestet is adtam itt, tehát nem csak opera gálán énekeltem, hanem áriás dalestem is volt többször is. És nekem az a szerencsém, a többi partneremmel ellentétben úgy tudom, hogy én énekelhettem színpadon Miller Lajossal, és nekem ő egy tényleg... egy olyan nagy művész, olyan fantasztikus hanggal és kisugárzással, mert a művészet az nem az, hogy valaki papírja van róla egy zenakadémiáról, vagy valamilyen zeneintézményből, hanem tényleg egy született olyan egyéniség hangilag is, és az egyéniség is olyan, hogy imádtam vele énekelni, és nagyon jó arra gondolni, hogy ő hív engem mindig vissza. Tehát nekem ez egy visszajelzés, hogy ő még úgy gondolja, hogy én a korommal ellentétben, hogy én énekeljek. Nagyon szeretem őt, nagyon tisztelem, és nagyon nagy szeretete. Jövök ide vissza tényleg. Bánkbánban énekelhettem vele, én Melinda voltam, ő Tiborc. Luciában is több darabra, több koncerten, úgyhogy ez, nekem ez egy nagy boldogság, megtiszteltetés. Thank you.
mindenki maradjon meg a saját született hangfajánál. Ugye minél magasabb egy hang, annál rövidebb, vékonyabb, sérülékenyebb a hangszalag, minél mélyebb, akár férfinél, akár nőnél, annál vastagabb és hosszabb. Tehát nem lehet ugrabugrálni egyik hangfajból a másikba, és talán ez is hozzáadta azt, hogy ma még énekelhetek, mert olyan szerepeket, olyan dalokat, olyan darabokat énekeltem, ami az én hangfajom. És talán így lehet, erre lehet vigyázni. Tehát nem szabad, hiába szerettem volna mindig Toszkát énekelni, meg drámai hősnőket, hogy egyszerűen nem arra született a hangszalagom, és a drámai hangok, meg hiába akarnak Zsildát, vagy Ramenbo Lucsiát, vagy Sterling Bájtalt, az én hangfajomat, akkor azt meg nem tudja, ők nem tudják. Vannak olyan operettek, például a Vígőzvegy is az, ami olyan nehézségű, olyan technikai tudást igényel, hogy operai hangoknak kell lehetőleg énekelni. Tehát bizonyos darabokat a Csárdás királynő, Vígőzvegy és sorolhatnám, Denevér és stb. Sok-sok operettet ugyanazzal az intenzitással és ugyanazzal a technikával, operai technikával kell énekelni, mint az operát. Csak több szöveg van benne, hogyha a darab elejétől végig megy színpadon, akkor több a próza. De ennyi a különbség. Ennyi volt a Nézőtér, hogyha bármiről lemaradtatok volna, műsoraink visszanézhetőek a YouTube csatornánkon. Már is jön Alinda és vendége, mi pedig legközelebb egy hét múlva találkozunk, ugyanígy vasárnap 18:20-kor, addig is kellemes hetet kívánok, viszlát!